Akik ma este bennünket választottak, és nem kapcsoltak át éppen most a televízió 1-es csatornájára, elvégre híradás 2 óra múlva lesz itt a 2-esen is, továbbá mondjuk 38-40 perc elteltével sem a Dallas érdekli őket inkább, hanem a mi történetünk, azok egy hosszú, de azt hiszem, hogy tanulságokban igen gazdag mesét fognak látni ma este itt az Én mozimban. Olyan mesét, amit az egyébként fantáziadús forgatókönyvírók nem igen képesek megírni, még a legjobb filmekre sem, és amiről a híradók bár 1-2-3 mondatban mindig szólnak, de ezek a rövid mondatok éppen csak, hogy a lényeget nem érintik. Nos, a mi történetünk megpróbálja a lényeget érinteni ma este. Ha velünk vannak, tehát jó estét kívánok! Kivételesen nem mondok semmiféle bevezetőt, én nagyon remélem, hogy a történet magáért fog beszélni, meg aztán elég hosszú is, mint mondtam, a végén úgy is találkozunk. Borzalmas. Ez a minimum, amit mondhatok. Borzalmas. A gyerek az első az életben, azt hiszem. Mindenek fölött áll a gyerek. Hogyha nem költnék a gyerek, miért hagyta meg? Hát nem akkor kell egy gyereket eldobni már, mikor megszületik. Megbotlik a 4 lábú is. Na de azért hát gondolkodnék. Az én véleményem ez, mert ezt meg lehetett volna oldani szerintem. Ez fantasztikus, ez szörnyű, hogy ilyenek vannak. Az a félelem, ami bennük volt, az szerintem erre készítette őket. Hát, hamarabb is meggondolhatták volna, de amit tesznek. Csecsemő kartondobozban. A kisfiú 3540 grammal jött a világra. Életének első 30 percét egy közönséges barna kartondobozban töltötte Szegeden, a Fáklya mozi mellett egy lépcsőházban, a Kövön. Gondos édesanyja a papírbölcsőt ráhelyezte egy rongydarabra, gyermekét nem pelenkázta be, és ruhát sem adott rá. A sorsra bízta a mesztelen bébi életét, akinek a testhőmérséklete megtalálásáig rohamosan csökkent. A lázmérő 35 fokot mutatott, amikor a mentők megérkeztek és szakszerűen ellátták, majd beszállították a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem szülészet-nőgyógyászati klinikájára. A klinika dolgozói a fiúcska életét megmentették. 1971-ben születtem Kaposváron, rendezett családi körülmények között nőttem föl. Van egy nővérem, édesanyám az bölcsödébe gondozónő, édesapám pedig egy ipari vállalatnál a műszaki osztályon dolgozik. Általános iskolába Csurgó jártam. Tanulmány eredményem az elég jó volt, 4,5 fölött voltam mindig. 75 novemberében születtem meg, és állítólag már kisbabának is őrült rossz gyerek voltam, mondja ezt édesanyám, aki tanárnő most pillanatnyilag, és azt mondták, hogy már másfél évesen, meg már fél éve, hát mikor már mászni tudtam, akkor állandóan kimásztam a kis ágyból, és szétrancsíroztam az egész szobát. Meg, hogy aztán is később is, hogy a nővéremet állandóan fölbosszantottam, és hogy én voltam a megtestesült rosszaság. Lehet, hogy inkább a rosszra emlékszik az ember. Lehet, hogy te fiúnak készültél? Igen, én fiúnak készültem, kimondottan annak vártak. A nővéremet még nem, a húgomat meg hát az, mivel csak úgy jött, én viszont totál fiúnak lettem várva, és hát enyhén szólva is, de azt mondják, hogy azóta 7 fiú elveszett bennem. De utána aztán ez lejjebb higgadt, nem? Hát
hogy lejjebb higgott, miután megnöveztetem a hajam, aztán már nem mondták. Először azt mondták rá, hogy fiú vagyok. Tehát mindenki összekevert, hogy én egy kisfiú vagyok, ezért lett megnöveztve a hajam. Erőszakos voltam sokszor, szóval én is. Ordítottam, ha valamit el akartam érni. Meg hisztiket rendeztem sokszor. Tényleg? Szóval, ha el akartam valamit érni, akkor azt megmozgattam mindent. Mi földhöz verted magad? Volt olyan is, igen, hogy hideg vízzel. De öntöttek állítólag. Azért, hogy lecsillapodj? Hogy lecsillapodjak, igen. Nem is volt soha nekem barátnőm ilyesmi. Nem? Nem, egyszerűen nem jöttem ki a lányokkal. Olyan nyafkák, meg itt tudom én mikor mi állandóan veszekedtek. Mindenféle dolgon össze lehet a lányokkal veszni, nem úgy, mint a fiúkkal, úgyhogy... Ezt akarom éppen kérdezni, hogy és a fiúkkal? Azokkal mindig jobban kijöttem, azt mondom, bár ez inkább a középiskolás korszakomtól lehet mondani, hogy akkor úgy... Úgy akkor úgy lejjebb került egy kicsit az orrom, ahogy mondják. Mi lehetnél? Tehát szakképesítésed szerint mi vagy? Mélyépítő technikusi oklevelem van, ezzel hát művezető lehetnék építkezéseken, esetleg tervező irodákba dolgozhatnék rajzóként, de számomra nem úgy nagy alternatívákat ez. Nem érdekel sohasem? Hát igen, én már rádöbbentem ugye úgy, a 8-as koromban ugye pályaválasztás volt, és utolsó nap döntöttem el, hogy ebbe az iskolába megyek én, úgyhogy semmi indítatást nem éreztem én, hogy most építőiparban akarok dolgozni, csak nem éreztem mást. Szentesre kerültem a Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai szakára, ez volt minden álmom 6. korom óta, mikor édesanyám egyik tanítványa oda fölvételizett, csak nem vették föl, és attól kezdve én azt mondtam, hogy engem vagy oda felvesznek, vagy sehova. Miért volt ez ilyen komoly álmod? Mivé szerettél volna válni? Hát akkor még voltak ilyen álmaim, hogy színésznő szeretnék lenni, meg szerepelni, meg színpad, meg ilyesmi. De aztán az úgy főleg, hogy ugye Imre az színházban dolgozik, és így én is elég sűrűn megfordultam ott, úgy rájöttem, hogy nem ez az életmód túlságosan avantgárd ahhoz, hogy én ezt fel tudjam vállalni. Nem volt tartósabb kapcsolatom, a leghosszabb az 2 hónap volt. Ott még Csurgón? És meg Pécsen is csak rövidebb kapcsolataim voltak. Nem voltam oda típus, nem is kerestem. Én meg voltam úgy. Mit jelent az, hogy nem voltál az a típus? Jobban szereted az alkalmi kalandokat? Nem azt, hanem hogy nem ígértem, mert tudom, hogy viszonylag szerelmes típus vagyok, és mikor 14 éves voltam, amikor először szerelmes voltam, és az mély nyomot hagyott bennem, ugyebár, és nem akartam annyira közel kerülni egy lányhoz se, hogy én függjek tőle vagy kapcsolatba, és inkább ugye elkerültem a szorosabb kapcsolatokat. 14 és fél éves voltam, amikor először, hát igen, végülis először volt barátom, de hát vele másfél évig jártam. Az a, hát még olyan tínédzser szerelem, az a kimondott tínédzser szerelem. Jókat veszekedtünk, meg minden. Hát aztán az is elmúlt. De és aztán, ahogy elkerültél a középiskolába, kötődött oda sok szerelem neked? Vagy ahhoz a nem. 3 évhez, nem? Nem, egyáltalán nem. Ott soha nem voltam szerelmes. Valahogy az a közeg olyan volt, hogy ott nem tudott kialakulni szerelem, még ha lett volna is rá paciens. Többiek is így voltak ezzel? Nem hiszem. De mondjuk a kollégista fiúkkal egy elsősorban nem is volt olyan, akivel úgy igazán, mint szerelemről lehetett volna beszélni. Másodszorban meg nem adatott meg a körülmény hozzá. Minden nyáron jöttem le keresztüleimhez Szegedre. Szegeden nyaraltam és átjártam Makóra rendszeresen meglátogatni nagynéni, meg nagybátyámat. És Virággal akkor ismerkedtem meg, végülis akkor láttam először, amikor unokatestvéremnek az eljegyzése volt, a unokatestvérem mennyasszonya a Virágnak a nővére. És ott ugyebár ott láttam először meg a Virágot. Ez a másik családnak a rokonságába tartozik, másik családnak a rokonságába tartozik, igen. Akkor még különösebb érdeklődést nem tanúsítottam iránta, mert még egy az, hogy fiatal volt még egy kicsit. Olyan, na még fiatalnak tartottam meg. Hány éves volt ő akkor? Akkor 14. Te voltál? 18. Akkor érettségiztem. De már tetszett? Hát úgy, mint lány, tetszett, igen. Szemrevaló volt, mi? Szemrevaló volt. Hát csak, meg az, hogy egy kicsit fönnhordta az órát akkor szerintem. Nem mondtél, nem? Hát igen, olyan megközelíthetetlen volt egy kicsit. Nekem nem is akartam, mert
Jó, meg hát csak akkor egy hétig voltunk lenne, úgyhogy nem is akartam én semmit, csak hát azért csak voltak halvány próbálkozások, hogyha az volt a végkövetkeztetés, hogy megközelíthetetlen. Ne, hát akkor nem, mert ugye akkor végülis megjegyeztem magamnak. Következő volt a tavakodalom, ugye az egyedés után jött egy évre rá az esküvő, meg a lakodalom. Már a rokonoknak. A rokonoknak, de akkor a világnak éppen volt egy barátja. Aztán később ebből erős szimpátia alakult ki kettőnk között. De ugye akkor is elszakított minket a távolságban, nekem kellett visszamenni Csurgóra, úgyhogy következmény akkor nem volt, de én éreztem, hogy itt van keresni valami, és levelet írtam neki, ő válaszolt, levelezés alakult ki köztünk. Hány éven át tartott ez a levelezés? Hát ez csak viszont... két hónapig végül, mert utána én már jöttem vissza Szegedre. Akkor már megvoltam, hogy végeztem, igen, és akkor úgy volt, hogy jövök le de dolgozni, akkor már biztos volt. Jöttem akkor, itt voltam először egy 2-3 hetet, akkor úgy sikerült elég rendesen összemelegednünk, és szeptembertől végül is hivatalos a kapcsolatunk, mert akkor... Na, ez meg mit jelent, hogy hivatalos a kapcsolat? Hát igen, mert ugye ő akkor még megvolt a másik barátja, és már akkor velem is voltak dolgai, és akkor ugye akkor mondta meg a másik barátjának, hogy mi a tényállás, és akkor a család előtt is, mindenki előtt is mi már egy pár voltunk. Úgy. Ja, hogy belettél avatva, hogy belettél mutatva. Igen, hát ismertek már előtte is engem, csak de ebben a minőségedben nem. Így nem, igen, igen, és mondták is világnak, hogy döntsön, vagy ő, vagy én. Aha. Ő engem választott. Mindig hazahordtam a fiúimat. Mindig. Hát végülis anyának is így megnyugtató volt. Mert? Talán azért, mert hogy így úgy gondolta, hogy így mindent tud. És hogy mindent tud, akkor az úgy rendesebb a dolog. Illetőleg úgy megnyugodott, hogy akkor ebből baj nem lehet, vagy én nem tudom igazán. Ezzel a bizalommal te volt, hogy visszaéltél? Nem igazán, nem. Tehát, hát, hogy visszaéltem, hát attól függ, hogy mi az, hogy visszaélni, hát az én gondolkodásmódom szerintem nem. Köztetek igen jó kapcsolat van már, hogy édesanyád és közted? Hát tehát vannak. Bizalmas viszony? Nem, hát olyan szinten, hogy amit én úgy gondoltam, hogy nem mondok el neki, azt nem mondtam el neki. Tehát a bizalmas viszony, mint egy normális anya meg egy lány között. Annál bizalmasabb nincsen. Talán úgy tudod megvilágítani, hogy melyek voltak azok a témakörök, amiket már viszont nem tudattál vele? Hát mondjuk a szerelemről soha nem beszélgettem vele. Sem a fizikai szerelemről, sem a lelki szerelemről, mert az érzelmekről összességében nem. Valahol ez az itteni emberekben úgy el van dugva, vagy nem szívesen beszélnek róla. Éreztette ennek hiányát? Hát igen, volt, hogy éreztem, persze. Ugye az ember néha akarja, de hát ami nincs benne a másik ember, azt hiába várja el, az nem lesz meg. Sem most, se később. Hangot adtam mindig is, hogy nem fogom én elvenni a virágot feleségül. Mert ezt hát, mondtad virág szüleinek? Hát úgy, hogy nem mostanában, ugye, és ők is mondták, hogy persze, ezt mondta a másik gyerek unokatestvérem, és mégis elvette a nővérét, én meg... Hát én nem volt egyébként betervezve, én 4-5 éven belül nem akartam megnősülni. Na, és inkább, mert azért virág akkor még mindig csak legfeljebb 16 hát éves lehetett, ugye? És édesanyja is mondta virágnak, hogy nem akarja ő vele azt, mint a másik lányával, hogy főiskola alatt, ugye akkor ő is főiskolás még, és házasságot kötött. És mondta, hogy a másik lányának maximum az egyetem után lehet ilyennekről beszélgetni, mint házasságkötés. Ha erre nem akarsz válaszolni, ne fele, de hát gondolom, hogy a történethez mégiscsak hozzátartozik, hogy korán kialakult szexuális kapcsolat köztetek? Már az együttjárás kezdetéhez képest. Hát szerintem a mai viszonyokban, fiatalok között, szerintem még később is 4-5 hónapra rá, ahogy összejöttünk. Azt szerintem a mai fiatalsághoz képest az elég hosszú időnek számít, már akiket ismerek egy hónap, egy fél hónap után, mert nemi kapcsolattal létesítenek egymással. Sokszor depresszió hallamos voltam. Nagyon sokszor. A motivumot keresem, hogy mi juttathatott ide? Talán azért, mert lelkileg érzékeny voltam, vagy túlérzékeny voltam. Szóval nem tudom, vannak dolgok, amik nagyon gyorsan kiborítanak, olyan dolgok, amit lehet, hogy már sem ver észre se venni. És vannak, amik meg nem is érdekel igazán. Mi az, ami ki tud borítani? Hát ez jó kérdés. Nem is igaz. Hát úgy, ami igazán ki tud borítani, az, amikor úgy érzem, hogy teljesen fölösleges vagyok.
Tehát, hogyha nem érzem annak szükségét, hogy én ott vagyok, vagy vagyok, hanem egy olyan mellőzött állapotba kerülök. Május végig, június elején esett a teherbe Virág körülbelül. Ugye a fogamzásgátlást, azt a természetes módszert alkalmaztuk, ami nem a 100%-osok közé tartozik. És nem. Mikor kiderült, hogy terhes, ezt te hogy fogadtad? Hát most éppen arra tekintettel, hogy nem akartál még megnősülni 4-5 évig. Nem, igen. Pont csurgon volt, ugye, amikor Virág, amit meséltem az egyik, amikor lejött 10 napra, és akkor végül is véletlenül mondta meg, mert úgy volt, hogy megjött neki a menszesze, azt hitte, de közben nem, már csak egy kis erővérzés volt, és ugye azt mondta akkor nekem, hogy attól félt, hogy terhes volt, de megnyugodott, mert megjött a vérzés, és aztán kiderült, hogy ez nem az, és akkor mondom, akkor hogy van, és akkor mondta, hát akkor úgy néz ki, hogy terhes vagyok, és később ezt kérdeztem tőle, azt mondta, hogy lehet, hogy nem is mondta volna meg egy ideig, mert ő attól félt, ugye, amit az ember ilyenkor hall, hogy általában a fiú ilyenkor elhagyja a lányt, ugye. És ő attól fél nagyon, nem tudom, akkor még lehet, hogy mégsem bízott meg annyira bennem. De szerencsére azt mondta, hogy kellemesen csalódott bennem. Mert miért? Te hogyan reagáltál erre? Én mondtam, hát, hogy most mit tudom csinálni, terhes vagy, kész. De, hogy mondjam, sem lelkesedés nem volt benne? Hát lelkesedés nem volt éppen. Megijedtem először persze, hogy most mi lesz velünk. Ugye az abortuszt azt ő elvetette, szüleinek nem szóltam, mert ő nem szólt az ő szüleinek, én sem szóltam az én szüleinek, ők pedig biztos, hogy segítettek volna nekünk, de épp ebből kifolyólag, hogy az ő szüleik hogy reagálnak, nem szóltunk nekik, vagy én nem szóltam nekik, hogy nehogy visszaszóljanak. Mikor megírtam a darabomat, és akkor is a zsűrinek az volt az első szava, hogy hát nem igaz, hogy egy 17 éves gyermeket ilyen dolgok foglalkoztathatják, sőt, akkor még csak 15 voltam. Milyen darabról van szó? Tehát mit írtál? Hát az abortuszról, illetve az abortuszról, mint érzések. Tehát nem azért, hogy ellene vagy mellette, bár többször mondták, hogy inkább abortusz ellenes a dolog, de én inkább csak azt akartam lefesteni vele, hogy milyen érzései lehetnek egy anyának, illetve egy babának, mikor nem akarja, vagy akarná, és nem lehet, vagy hogy egyáltalán a gyerek az érzi-e azt, hogy el nem akarják, tehát hogy el akarják vetetni. Azt lehet tudni, ha egyáltalán van ennek magyarázata, hogy ezek a gondolatok miért foglalkoztattak? Nem volt akkor mindenki alapja. Próbáltuk azt, hogy ilyenkor, hogy valahogy magzatot elhajtani, vagy valami hasonló, hogy emelgeted, de hát ezzel csak azt érte, hogy megerősödött a hasfala, a gyerek is csak edzettebb lett, mert megkapaszkodott és kitartóbb lett. Emelgetett mit? Hát nem nagy súlyokat, de hát úgy tornászott és nem súlyzódott, hanem próbálkozott egy-két dologgal. Ja, hogy hát ha ettől elmegy a gyerek? Igen. De hát nem, aztán később már beletődöttem. De valahogy úgy elsiklottunk mindig a dolgok, mi lesz később, nem akartunk, nem is beszéltünk róla. Mindig is kisiklottunk erről a témáról. Na de hát közben hát igen, a teher egyre csak nőtt. A gyerek. Beszélgettünk hozzá, simogattam mindig, mert azt szerette nagyon a hasába. Ha rendes menetrendszerűen megmozdult, mint ahogy kell, azt... Ez mit jelent, hogy beszélgettetek, mondtál ezt? Hát volt, hogy a gyerek ugye mocorgott, még beszélgettem hozzá, hogy vagy kisöreg. Meg simogattam meg, hogy itt van az apád, az anyja is beszélt hozzá sokszor. Sőt, mondta, hogy hányszor volt, hogy neki adta ki a lelkét, amikor az iskolában valami baja volt, hogy ezek a ronda tanárok mit csinálnak. Szóval beszélgetett rendesen vele. De szerintem ez más anyákra is jellemző, de ilyen ösztönös lehet. De a terhesség 9 hónapja alatt orvos nem is látta Virágot? Nem látta, igen. Egyáltalán. Mivel elég kilátástalan volt a helyzet, azért úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb minden megoldódik. Az idő megoldja önmagát, szóval... Mi volt kilátástalan? Hát maga a helyzet. Mivel nem mondtam el senkinek, meg nem mertem elmondani senkinek. Meg úgy gondoltam, hogy talán az a jobb, hogy nem mondom el senkinek, persze utólag kiderült, hogy nem. Mitől tartottál? Nem tudom, úgy... Sokszor beszélt anya arról, hogy meg ne tudja, hogy terhes vagyok, meg minden. Azt hiszem, ez csak a legelső időkben volt ez ilyen nyomós érv. Aztán meg úgy kialakult bennem az, hogy csak senki meg ne tudja.
Minden különösebb észszerű magyarázat nélkül? Igen, minden különösebb észszerű magyarázat nélkül észszerű magyarázat nem volt rá. Élt benned az a reflex, hogy itthon jó néhány év azt hallottad, hogy csak meg ne tudja, hogy te terhes vagy, ugye? Hát az is, meg az, hogy nem akartam, hogy megtudják. Tehát bárki, hogy ne csak anyukám, de senki ne tudja meg. És akkor hogy képzelted, hogy lesz ez az egész? Hogy lesz a 9 hónap? Hogy lesz a szülés? Ebbe a vas belé, szíves. Nem tudom, mert hogy mondjam, szóval minden úgy jött magától. Tehát a 9 hónap elmúlt, a szülés... De közben például nőtt a hasad, és közben iskolába jártál, és közben hétvégenként itthon előfordultál. Hát volt hasam, csak nem nagy. Tehát nem vették észre. Lehet az? Hát ezek szerint lehet. Iskolában? Iskolában se. Hát az iskolában az utolsó előtti héten vették észre, a szülés előtti héten. Kollégiumban laktál, ott azért naponta egymás előtt öltöztetek, vetköztetek. Igen, együtt is tusoltunk. Hát 7 hónapos volt, amikor az egyik szobatársammal egy tus alatt együtt tusoltunk, és mégis most a hátam. De nem vették. Fölfogták annak, hogy hízok. Persze fölmerült nem egy emberbe, hogy Virág biztos terhes. De ezt úgy igazán soha nem merték, vagy ha szemembe is mondták, mivel én letagadtam, ezt aztán nem merték pedzegetni. Ennyire nagyon vékony volt korábban, és hogy folyamatosan felszedett egy pár kilót, ami rendkívül jól állt neki. De használt még, már 8. hónapos terhes volt, amikor rendes ruhát, miniszoknyát, blúzt használt. Nem lehetett észrevenni. A áruszemű édesanyám nem vette észre, akivel szintén hetente találkozott. Hihetetlen, hiszen a másik lányom hasonlókorú terhes volt, erősebb testalkatú, és ő rajta nagyon meglátszott már 4 hónap után, hogy terhes. Föl se tételeztem, hogy valaki ennyire nem látszik meg. Úgy terveztük, hogy ő valószínű, hogy vagy az iskolában és a kollégiumban este ott szült volna talán meg, vagy valahol, ahol éppen rájön, nem tudom. De ahhoz azért kell valamiféle segítség. Hát igen, egyedül, de ő szülni. Azt hitte, ugye, azt hittük, mert ugye hát régen meg tudták csinálni egyedül a nők, akkor ő is miért tudta megcsinálni. Olvassatok bármiféle szakirodalmat, hogy kell ezt? Hát igen, végül. Vannak speciális dolgok, amiket el kell végezni az, hogy a gyerek egészségesen szülessen meg, nem? Hát speciális dolgok. El kell vágni a köldökzsinort, hát el kell kötni, csak ilyen apróságokra, de mégis csak jelentős dolgokra gondolok. Hát a maga szülés folyamata ugye az természetes szerintem benne, és ugyanúgy jöttek a fájások, ugyanúgy lélegzett szaporán, amikor kellett, ez természetesen jött nála. És úgy gondoltátok komolyan, hogy majd a kollégiumban egyedül a Virág megszüli? Hát én nem gondoltam komolyan, ő lehet. De ez is felvetődött, igen, hogy majd valami, és akkor utána lesz, ami lesz. És fölvetődött más is? Más nem. Na de hát a te felelősséged is akkor már igen komolyan jelen kellett, hogy legyen. Sőt, jobban, mint a Virágé, mert hát te voltál kettőtök közül az idősebb. Idősebb, igen, és a nagykorú. És te nem gondoltad ezt végig? Nem, meg nem is igen tudtam hatni rá Virágra olyan szinten, mert nem is próbáltam az igazság úgy komolyabban beszélni vele. Pedig kellett volna, hogy képzelett ez komolyan, de mindig kitért a válaszadás előre, én meg nem erőltettem a témát. Közvetlenül az angol est után, ez egy nagy szereplés volt, akkor jöttek rám, hogy a szülési fájások. De akkor még úgy jól tudtam leplezni persze, és világos, hogy nem akartam elmondani az osztálytársaimnak, hogy bocs, éppen szülök. Az egész estét persze fönn voltam, nem bírtam aludni, akkor már csak úgy egy-egy fél órát, ahogy ugye elszúnyadtam. És reggel, amikor fölébredtem, az osztálytársaimnak azt mondtam, hogy vakbeles fájdalmaim vannak, illetőleg, hogy vakbélgyanús vagyok, vagy minden. Hát persze ez többször előfordult, mert ezért nem is volt föltűnő. Tehát majdnem minden évben voltak ilyen vakbeles görcseim, amikor úgy évközben ekkor-akkor, és végülis nem volt nekik föltűnő ez a dolog. És akkor mondtam nekik, hogy elmegyek haza, meg orvoshoz, meg minden, és akkor kész. És akkor aznap reggel, hát mondjuk fölmerült bennem a gondolat, hogy hazajövök. És akkor, hát akkor már mit tud velem csinálni anya, akkor már nem tudott volna semmit. Legfeljebb bevisz a kórházba, csak egyszerűen nem volt busz. És rákényszerültem arra, hogy Szegedre menjek, mert oda meg fél óránként indult busz. És oda mentem Szegedre, a barátomhoz, oda letrolliztam a kis színházhoz, besétáltam, és akkor ott, mert persze már látta rajtam, hogy azért úgy gondok vannak, akkor már el is ment a magzatvíz egy része. És
akkor a barátom mondta, hogy na most mi van, hogy van. 12 óra előtt pár perccel hátramentünk a raktárhelyiségbe, ott hátravittem egy ilyen bőrfotelszerűséget, Virág beleült, én terítettem le abroszokat a földre, hogy mondom, most már akkor úgy volt, hogy akkor megcsináljuk ketten az egészet. Tehát, hogy te levezeted azt? Igen, igen, akkor már én is úgy benne voltam, most már más megoldást nem láttam, akkor én se. A gyerek feje az hamar megjelent, és akkor ugye mondtam, hogy neki nyomjad, nyomjad, akkor ugye, amennyire tudta, akkor nyomta, a gyerek teljesen nem akart kijönni, és akkor utána a féltérdelő helyzetbe ereszkedett, hogy végül is ilyen álló és térdelő helyzet között volt, és akkor úgy kijött a gyerek az én segítségemmel. Ezek szerint nem ment túl nehezen? Nem, végül szerintem, amit hallottunk, hogy vannak 3-4-5 órás fajudások is, meg félnaposak, szerintem ahhoz képest nagyon gyorsan, és ugye meccése volt. Hány perc alatt? Hát az egészen 50 perc alatt zajlott le. És utána például honnan tudtátok, hogy kell ellátni a babát? Hát azért fogalmaink voltak, meg úgy hallottunk, meg olvastunk róla, bár a köldögzsinór elkötését azt kihagytuk valahogy. Egyszerűen nem volt idő átgondolni. Illetőleg én nem tudom, ugyan elvarázsolt voltam. Vagy nem hiszem, hogy teljesen magamnál voltam azokban az időkben. Nem tudom, hogy a terhesség, mint olyan, az ebben szerepet játszik-e, de nem igazán. Vagy a titkolózás miatti állandó trauma, vagy... Szóval nem tudom, de nem voltam teljesen magamnál, se én, se Imre szerintem. Ez látszott a leghelyesebbnek, vagy hogy mondjam. Amikor meglátta Virág, az volt az első szava, hogy ezt a gyereket ezt kórházba kell vinni. De még mindig akkor se az volt, hogy mi menjünk, hanem hogy a gyerek jusson kórházba, hogy még mindig az inkognitónkat megőrizzük. Még ez volt akkor is úgy szem előtt. Akkor már meg volt tisztítva, le volt törölve, amennyire körülmények engedték. Be volt egy asztal terítőbe csavarva, és ott ringatta a Virág az ölébe, és csöndben volt a gyerek. És nézegetett a nagy világba. Akkor utána azt a megoldást választottuk, hogy a gyereket egy dobozba rakjuk, becsomagolva, és egy forgalmas lépcsőházba rakjuk, a legközelebb, és ott biztos, hogy megtalálják. Kinek juthat ez az eszébe? Kettőtök közül? Ezt már azt hiszem nekem, de nem vagyok benne biztos, nem emlékszek ma azokra a dolgokra tisztán. Akkor ugye elhatároztuk, hogy berakjuk egy lépcsőházba, beraktuk a gyereket a dobozba, csöndben volt. Milyen dobozba? Egy kartondobozba, egy olyan fél méterszer, nem tudom, 20-30 centi, szóval belefért a gyerek kényelmesen. Rendesen kibéleltétek, hogy azért puha legyen neki? Puhával, az én pulóveremet, saját ruháimat raktam be, amik ott voltak, és akkor még erre raktuk rá, amíg a becsomag volt a gyereket. Hát ennél többet nem tudtunk mi akkor csinálni, szerintem, meg abból a lelki állapotban sem. És akkor elindultunk ugye az utcán. De úgy, hogy fogtátok a dobozt? Hón alatt fogta a dobozt, és mentünk az utcán. Szépen sütött a nap, szóval jó idő volt tényleg szerencsénkre. És akkor mentünk, és akkor észrevettük ezt a lépcsőházat, ami színháztól a legközelebbi volt. Benéztünk, egymásra néztünk, bólintottuk, jó lesz. Akkor ott még írtunk egy levelet, hogy kérjük, hogy aki megtalálja őt, vigye a legközelebbi kórházba. És akkor még odaértük a levélre, hogy mi a Péter nevet adtuk neki. Tehát ti Péternek neveztétek. Igen, mi Péter, ez csak egy pillanat alatt, hogy valami nevet adjunk, meg én Péter lettem volna, azt hiszem, és valami ebből tudat alatt én ezt nevet mondta. Az megfordult ebben az állapotban egyszer is a fejedben, hogy ezen a gyerek élete múlhat, tehát hogy meghalhat abban a dobozban? Jutott ez az eszedben? Persze, hogy jutott. Persze. Elviselhetetlen gondolat volt végül, de főleg utána, amikor már eljöttem haza utána, és teljesen egyedül volt az ember, és akkor már volt időm arra, hogy végig gondolhassam a dolgot. 9 hónapot, meg az utána levett. És akkor döbbent rá, hogy az ember egy csomó dologra. Az volt teljesen elviselhetetlen, hogy egyáltalán kiengedtem a kezemből. Hogy nem nálam volt. És amikor megláttam a fényképét az újságban, hát akkor teljesen kikészültem, persze. Kedden ment vissza a Virág iskolába, én meg kedden mentem dolgozni. És akkor megbeszéltük, hogy megvesszük az újságokat, a megyei lapokat, mert biztos, hogy valamelyikben írnak erről a dologról, mert valószínű, hogy írnak. És én megvettem a reggeli Délvilágot, és ugye mindjárt címlapon megláttam a fényképét. És amikor megláttam a fényképét... Kinek a fényképét? A gyerek? A gyerek fényképében volt, hogy csecsemőt találtak kartondobozba, és írásunk ezen az oldalon.
akkor egy kicsit nagyon dobbant a szívem, hogy mondom, ez biztos, hogy az lehet. És akkor olvastam a cikket, megálltam. Hát alig bírtam olvasni, mondom, se kell, mert ugye fekete keretben volt az egész, mondom, hogy valami történt tényleg. És akkor, amikor elolvastam a cikket, hogy a gyerek épp és egészséges, megmentették az életét, és a klinikán van, az Orvostudományi Egyetemnek a szülészeti klinikáján van, akkor végül is megnyugodtam, de akkor tört elő belőlem valami, hogy mit csináltunk most meg, hogy ez nem volt helyes, amit csináltunk, és akkor éreztem át, hogy a saját fiamat, a saját fiammal mit csináltam. A gyerek március 14-én délután 15 óra 40 perckor ért a klinikára, a mentő szállította hozzánk. A mentőt valaki riasztotta? A mentőt egy abban a házban lakó riasztotta, ahova a szülők, mint utóbb kiderült szülők, a lift mellé, lift akna mellé egy marburós papírdobozba és egy asztalterítőbe becsomagolva letették a gyereket. A mentő látta el a köldökzsinórt, és ügyeletes kollega, ő egy ügyeletes gyerekgyógyász kollega látta először az újszülöttet. Úgy tűnt, hogy másfél-két órán belül kellett, hogy szülessen. Ezt a köldökzsinór állapota, a magzatmáz és egyáltalán az újszülött állapota bizonyította, illetve mivel még akkor fagyok voltak, 35,2 fok volt a hőmérséklete, tehát nem születhetett mondjuk 4 órával azelőtt, mert biztos, hogy lehűlt volna. És ez egy nagyon szerencsés körülmény volt, hogy egy frekventált helyre, ha szabad így fogalmazni, tehát egy belvárosi lépcsőház liftje mellé tette a szülő. A megfelelő ellátás megtörtént, ami ilyenkor szokásos, tehát inkubátorba helyeztük, felmelegítettük lassan. Nyilvánvaló, amivel intézeten kívüli szülés volt, antibiotikumot kezdtünk neki adni, és hát megfigyeltük a gyereket, és természetesen értesítettük a rendőrséget még ugyanaznak. Én egész nap akkor rosszul voltam, tényleg a kollégáim is látták, hogy nem tudták, hogy mi van velem, de én nem mondtam meg akkor sem még. Akkor kedden este, ugyanaznap a Világ is megvette az újságot, elolvasta, volt az első, hogy bejött ugye hozzám, bejött Szegedre. Ott kisírta magát, mert akkor már tényleg úgy az anyai érdesek fölébredtek benne, hogy mi van a fiával. Akkor megbeszéltük, hogy ő ír egy levelet a klinikának, hogy mi van a gyerekemnek, hogy ő az anyukája, és szeretné tudni, mi van a fiával. Akár azzal is számoltál, hogy ennek büntetőjogi következménye lesz? Igen, azzal is. Azzal is számoltam, de akkor már nem érdekelt úgy igazán, akkor már se érdekelt, hogy ki mit szól hozzá. Egyszerűen akkor már az volt a fontos, hogy megkaphassam, hogy visszakaphassam, hogy valahogy visszaszerezhessen. Tehát pár nap alatt mondjuk a szülői felelősségtudat kinőtt belőled? Igen, talán kicsit későn, de végül is aztán ki. Aztán megírtátok ugye a levelet. Igen, hát az mondjuk az én ötletem volt, hogy valahogy elinduljon a dolog. Tisztelt klinika! Először is szeretném megköszönni, amit gyermekemért tettek. Mindezt én nem tudtam megtenni. A kisfiamat olyan külső tényezők miatt nem tudtam felvállalni, amelyek korom miatt még befolyásolják az életemet. A baba létezéséről nem tudnak, csak én és az édesapja, aki segítségemre volt a végső pillanatban, ami nem a legmegfelelőbb helyen ért. Csupán az emberek figyelmetlenségének köszönhettem, hogy a 9 hónapon keresztül észrevétlenül hordhattam ki. Tisztában vagyok vele, hogy felelőtlen voltam, de ezt még függő szociális helyzetem magyarázhatja. Szüleim elváltak, és édesanyám még velem együtt 9 éves kishúgom neveli, és a családom nővéri ágon most van kisbaba. Már ez is sok, tudom. 17 éves vagyok, és még minimum másfél évig nem tudom felvállalni a kisfiú nevelését, de mióta nincs velem, teljesen üres vagyok. Hogy nem mehetek azonnal érte, azt a fentiekben leírtak, magyarázzák. Mégis kérném önöket, amennyiben lehetséges, hogy legalább figyelemmel kísérhessem a sorsát, hogy megtudhassam, hogy van, egészséges-e. Számomra ez nagyon fontos lenne, mert nagyon hiányzik a kicsi. Alig 2 órát tarthattam a karomban, mert sietni kellett, hogy minél hamarabb kórházba kerüljön, és hogy elláthassák a köldökzsinórját, tisztába tehessék, hogy emberi körülmények közé kerüljön legalább ő. Ezekre nekem még csak lehetőségem sem volt. Annyira sajnálom, és tudom, hogy ez mennyire kevés,
Még egyszer köszönöm, amit tettek érte, és értem. Nagyon szeretném tudni, hogy mi lesz vele. Tisztelettel a gondos édesanyja. Néhány nap múlva telefonon jelentkezett reggel 8 órakor az állítólagos édesapa, azzal, hogy szeretnének bejönni a klinikára a gyermek anyjával együtt, és hogy szeretnének információt kapni róla. Akkor bementünk, pénteken a Virág is bejött, megmondta neki, hogy mi a helyzet, hogy megyünk a klinikára, mert beszéltem a doktornővel, mondta, hogy persze, már ő is kész, nem érdekli, hogy mi lesz, megyünk be. Bementünk a klinikára 3 órakor, ott nagyon rendesen volt az orvoshajnalka velünk, leültetett, mondta, hogy beszélt a rendőrfőnökkel is, úgy fog minket fogadni, szóval nem fognak le őrizetbe venni semmi. Akkor ott megmutatták nekünk a gyereket, odaadták a kezünkbe, akkor beszélgettünk. Na, egy pillanat. Ez milyen érzés volt? Nagyon jó. Odaadták mind a kettőnk kezébe, hát én nagyon örültem tényleg. A Virág is látszott rajta a boldogság, hogy végre megkaphatta a gyerekét, amit egy hétig nem látott, ugye végül is ő megszült ezt a gyereket, és anyai érzései azok vannak, mindenkinek kell, hogy legyen valamennyi. Ha késve is, de előjöttek rajta is szerencsére. És az apai érzéseink? Az is elég erősek voltak. Hát akkor nem csináltam volna végig ezt az egészet. Akkor ugye odaadták mind a kettőnek a kezébe, megfogtuk, megszeretgettük, nézett minket érdeklődve, csöndes volt, nem sírt. Meg volt a katodva a kórházba is. Több oknál fogva lehetett volna az őrizetbe vételt foganatosítani, ugyanis az rendőr hatóság vezetőjének jogkörébe tartozik az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás kezdeményezni. Na és akkor kinek lett volna jobb? Hát nem az a cél, hogy egy gyereket fölneveljenek. Főügyészség vezetőjével, helyettesével megbeszéltük, hogy az alkalmazható legenyhébb büntetés kerül, illetve intézkedés kerül foganatosításra, így megrovással zártuk le az ügyet. De ha jók az információim, az ügyészséggel való megbeszélésben is ezt a magatartást, meg egyáltalán ezt a hozzáállást ön képviselte, ha jól hallottam. Tehát ez ön kezdeményezte, hogy a legenyhébb legyen. Valóban így van. Nem másért, egyszerűen más egy ügyet látni, és más két kétségbe esett gyereket látni, elnézést így utólag is. Én nekem gyerek volt mind a kettő, az apa is, meg az anya is. Egy meggondolatlan gyerekek. Én tudom, ez nem bűnöző alkatok. Soha az életben nem fognak bűncselekményt elkövetni, legalábbis nagyon bízok benne, hogy soha nem találkozik az igazságszolgáltatás a vádlott, a terhelt vagy a gyanúsított oldalán velük. Ezek az emberek megbotlottak. Ugye miért viselte ennyire a szívén ezeknek a fiataloknak, vagy éppen annak a gyereknek az ügyét, sorsát? Nem tagadom, ismerik az én személyes tragédiámat. Valamennyien rendkívül értelmes gimnazista fiam motorbalesetet szenvedett. Motorbaleset után megműtötték, hát olyan jó sikerült ez a műtét, hogy nem tért vissza a kómából, majd meghalt. Én 3 hetet örjöntem végig, mikor éreztem, hogy elveszítem, nem veszítem a gyereket. Én tudom, mit jelent. Az a, hogy 3 hétig mindig azzal ébredni, azzal kelni és azzal foglalkozni a nap minden órájába, percébe, hogy van-e gyerekem, vagy nincs-e gyerekem. Ezek egy hétig bírták ezt. Én 3 hétig bírtam. Én tudom, hogy lelkiekben mit jelent bárkinek, ha úgy érzi, hogy elveszített egy gyereket. Soha ne érezze meg egyetlen szülő se azt az érzést, amit én átéltem. Soha ne érezzék ezek a fiatalok ezt az érzést még egyszer az életbe, hogy elveszíthetik, vagy elveszítették a gyereküket. Ők elveszítették a gyereküket, de csak egy hétre, én örökre. Én személy szerint még csak nem is dorgáltam meg. Tehát az volt a legnagyobb gond, hogy a baba minél hamarabb haza kerüljön, tehát a környezetünkbe. Hát az biztos, hogy nem vettem tőle jó néven, de a fegyelmezések inkább mindig az anyja
jogkörébe tartoztak. Ez egy olyan állapot volt, amit, hogy mondjam, kaptuk a labdát, és maradt a munka. Na de innentől kezdve azért ezt büszkén és teljes mellszélességgel vállalom. Mellszélesség az megvan, büszkeség az nem így mondanám, hogy büszkeség. Elfogadom az állapotot, tehát minden további nélkül segítséget megadjuk, vagy részemről is megadom, tehát van bennem egy kis tüsök. Nem szegem le a fejem, nem szégyellem magam, nem csináltam olyan dolgot, amiért szégyelni kellene, nem tagadtam le az unokámat, nem fogom letagadni, nem más neveli föl. A másik dolog sohasem érdekelt ilyen értelemben az emberek véleménye. Tehát vannak dolgok, és vannak emberek, akiknek érdekel a véleménye bizonyos dologról, de hogy azért és úgy éljek, ahogyan másoknak tetszik, az úgy azt hiszem nem lehetne. Tehát tudomásul veszik, és mivel én így viselkedem, hogy én tudomásul veszem, ezért mások is, ha én most úgy viselkednék, hogy nem venném tudomásul, hogy szégyelném magam, akkor az emberek úgy viselkednének velem, hogy még jobban kellene szégyelnem magam. Értsem ezt úgy, hogy az emberek nagy többsége meglehetősen normálisan viszonyul ehhez itt az ön közvetlen környezetében? Abszolút módon segítséget kapott az ember, bátorítást, együttérzést, nem tapasztaltam senki részéről, legalábbis szemembe, hát a mögött sem. Azt hiszem, hogy nem lehetett a munkahelyemen sem pletyka téma, mert volt, aki akkor tudott te tudomás, amikor a fényképeket vittem be. És hogyan lesz tovább? Hát most itt élünk a virágszüleinél egyelőre, amíg nem lesznek jobb körülmények, de hát itt szerintem egy adott minden, ami kell egyelőre egy gyerek neveléséhez. Én dolgozok Szegeden továbbra is, Virág az befejezi az iskoláját. Szóval szerencsénk volt. Elmondhatom, hogy úgy az Isten is tényleg nagyon a kegyeiben tartott, mert minden annyira a lehető legjobban zajlott le, hogy ennél jobban tényleg semmi nem történhetett volna. Ennél simábban már a dolog után, ami nem igazán volt a lehető legjobb, de azután már tényleg csak minden a lehető legjobb úton alatt. Te hogy tekintesz saját magadra? Mondjuk hallanál egy történetet egy lányról, aki egy ilyen eseten van túl. Milyen véleményt alkotnál róla? Nem hiszem, hogy elítélném. Vannak dolgok, amiket egyszerűen meg kell, hogy történjenek. Generális tanulság talán az lehet, hogy ha egyszer egy bűnt elkövet valaki, onnan is van visszaút, hogyha megfelelő időpontban, a megfelelő pillanatban teszi meg. Tehát ne ítélkezzünk túl korán, hagyjuk meg ezt a kis kaput, hogy vissza tudjon térni. Ebben az esetben ez történt, talán ez a generális tanulság. Ítélkezni ítélkezhetnek, de nem biztos, hogy jogosan ítélik meg. Illetve nem biztos, hogy a megfelelő módon, mert lehet, hogy olyan dolgot nem tudnak, vagy olyan dolgot nem tudnak megérteni, vagy éppen az életkörülményeik mássága miatt nem tudnak magukban megélni, amitől egyszerűen nem tudják felfogni a dolgokat. Mi a tanúsága a ti történeteteknek? Talán az, hogy minden megoldódik. Illetőleg hiába, ha fél is lép az ember, de meggyőződésem, hogy mindenből van kiút. Szóval nem szabad feladni. Semmiféleképpen nem szabad feladni. Másnál minden megtörténhet, de a mi kerítésünkön belül szó se lehet erről. Hát ez pontosan ugyanaz. Megtörtént, és aki ránk követvet, nem kívánom neki, hogy történjen meg vele. Ez vagy valami is. Akkor tudja meg, és akkor fordul magába az ember, hogy ha én is mondtam valakire valamit, és na nézd csak, most ez van. Semmi sem mentesíti fel őket. Lelkiismeret furdalás sem, sem büntetés, semmi. Ez alól. Akkor is meggondolatlanok voltak. Akkor is meggondolatlanok, és biztos, hogy kaptak volna segítséget. Sok jó ember van, aki segített volna rajtuk. Fölmentem őket.
mert végül is aztán vállalták a gyereket. Ezt nem kellett volna megcsinálni. Úgy látszik, megszólalt belőle a csengő náluk, megszólalt a harang. Mégiscsak van az emberben, bizonyos értelemben, meg kell lenni egy belső életnek, mondjuk, hívjuk úgy, hogy lélek, és úgy látszik, hogy csak felébred bennük a józan gondolkozás. Hát nézze, a bűn útjáról bárkinél megvan a visszatérés lehetősége és a társadalom való visszatérés, ha megvan a megfelelő belső érzékenység és fogékonyság erre. És ahogy egyszer megnő Péter, elmondjátok neki, hogy kezdődött? Igen. Persze, jobb, amit ő nem tudja meg, és nem is akarjuk eltitkolni, mert tényleg, ha megadunk neki mindent, és szeretni fogjuk, akkor ezt el fogja fogadni, szerintem. Úgy gondolod? Igen. Tanúságot megint csak nem mondanék, ha ezt megbocsátják nekem, már csak azért sem, mert könnyen lehet, hogy én mondjuk egészen más végkövetkeztetésre jutottam, mint önök közül többen vagy néhányan. De azért az minden ilyen történet után kicsit vagy talán nagyon is érdekelne, hogy miután meghallgatják, végignézik, csupán csak minősítik, vagy pedig van arra idejük, meg energiájuk, hogy el is gondolkodjanak. Nekem minden esetre ez utóbbi lenne a kedvemre valóbb, de hát ki úgy dönt, ahogy gondolja. A mai történet ennyi volt, én azért remélem, hogy 10 éves barátaim, akik a sót szokták oly nagy számban nézni, ezt a mesét is végignézték, és levonták a megfelelő tanulságot, már csak azért is, mert tombol a nyár, és ugye tudjuk, hogy a nyárral együtt járnak a kis vagy nagy eltévehedésre alkalmat adó csillagos éjszakák is, hogy finoman fejezzem ki a lényeget. Minden esetre a történetünk persze nem csak ennyiről szólt, nem szeretném így leegyszerűsíteni, és ezúttal szeretném megköszönni a szereplőknek, hogy vállalták a nyilvánosságot. Végül is nem volt könnyű, gondolom én, egy széles körrel szembesülve elmondani mindazt, amit az elmúlt hetekben vagy hónapokban átéltek.